kezemben a tavasz első kis virága, szívemben a szeretet, tisztelet és hálom. Ezzel köszöntelek, édesanyám drága. Kívánok sok erőt egész életedre, kitartást és sikert a te léteidre. Éljen nagyon soká, édesanyám drága. Nagy-nagy bánatokat takard el, temesd el.
édesanyám járását, kelését, áld meg körülmulatását, áld meg szenvedését. Áld meg imádságát, melyben el nem fárad. Áld meg két kezeddel az édesanyámat. Halld meg, jó Istenem, legbuzgóbb imámat. Köszönöm, köszönöm az édesanyámat. Jó napot kívánok, kedves hölgyeim és uraim! Nagy-nagy szeretettel és tisztelettel köszöntöm kedves mindannyiunkat. Köszönöm, hogy ismét megtisztelték műsorunkat, és eljöttek ezen a csodálatosan szép vasárnap délutánon, mikor végre még a nap is kisütött a délutáni zápor után. Engedjék meg, hogy külön nagy tisztelettel és szeretettel köszöntsem az édesanyákat, a nagymamákat, dédmamákat. És engedjék meg, hogy nagy-nagy szeretettel köszöntsem a fiatalasszonyokat, a leányokat, a leendő édesanyákat. Én azt kívánom, hogy ők is minél hamarabb tapasztalják meg azt, hogy milyen édesanyának lenni. Kedves hölgyeim és uraim, most meg kellene szólalni. Azt tudják rólam, hogy elég könnyen tudok beszélni, és nem nagyon akadok meg. És általában a műsorok előtt egy héten, hogy szoktam gondolkodni, hogy mit is fogok mondani összekötő szövegként, hogyan köszöntöm Önöket. És hogy olyan így gondolkodtam már a múlt héten is, hogy majd a mai napon mit is mondok, hogyan is köszöntsem az édesanyákat, a kedves közönséget. Tessék elhinni, ültem az asztalnál, és egyetlen betűt nem tudtam leírni a lapra. Semmi nincs leírva, nem kell puskázni, mert úgy gondolom, hogy nincsen az a szó, nincsen az a mondat, amivel Isten igazából ki lehetne fejezni, hogy mit is jelent az az egyetlen szó, hogy édesanyja. Mert ebben a szóban oly sok minden benne van. És igen, valóban. Anya csak egy van. És az anya az, aki még él, aki mellettünk van, arra mindig számíthatunk. Akihez van mindig hazamenni, aki mindig meghallgat bennünket, aki mindig és mindenkor megbocsát. Mert egy édesanyának, amíg él, legyünk bárhány évesek is, mindig kisfiam és kislányom maradunk. Én azt tudom mondani, és azt kívánom mindenkinek, hogy minél tovább legyen meg az édesanyja, legyen mellettünk, és tudjunk hová hazamenni, legyen, aki még hazavár, aki számít ránk, és akire mi is számíthatunk. Az édesanyja az, amikor megszületünk, utána éjszakát a mellettünk tölt, mert sírunk, aggódik, miért vagyunk lázasak, ugyan most miért nem ettünk, miért nem kellett a tehecske, vagy épp a tehe. Az édesanyja az, aki az első lépéseket segít megtenni. Az édesanyja az, aki sírva, könnyes szemben hagyott bennünket az első nap az óvodába, majd aggódva bekísér az iskola kapuján, és bizony könnyezve van ott a ballagásunk, amikor az első 8-ból elballagunk, és még nagyobb aggodalommal enged bennünket ki a középiskola felé, ki a nagyvilágba. Jó mondják azt, hogy kisgyerek kis gond, nagygyerek nagy gond, bölcsmondás, de bizony, hogy a gyerekek nőnek, úgy kell még jobban aggódnunk, mikor jön haza, otthon van-e már. A mai modern világban másoknak talán ennyi előnye van ennek a mobilnak, hogy haza tudunk csörögni, otthon vagy már, hol vagy, merre vagy. De mégis az aggodalom az mindenkor ott van az anyai szívben. Majd lassacskán bizony felcseperedünk, és eljön az a nap, amikor könnyes szemmel, de mégis örömmel teli, elköszönünk a szülői háztól, mert új életet kezdünk, egy új élet indul el, párt választunk, és mi is elindulunk az élet rögös útján, és majd szép lassan megszületik az unoka, és az anyukából nagymama lesz, boldog nagymama, hiszen én úgy gondolom, hogy minden édesanya nagyon várja ezt a pillanatot, amikor nagymama lehet,
és örülhet az unokának, és kezébe foghatja az unokát. Mert én azt hallottam, hogy egy unokát szeretni megint más dolog, mint a saját gyerekünket. Ezt meg kell tapasztalni, ezt csak hogy hallom. És majd elérkezik az a pillanat, és adj Isten, hogy minden nagyszülőnek érkezzen el, hogy az unokák is szépen fölnőnek, ott leszünk a ballagásban. Igaz, akkor már az a drága jó nagymama, hogy itt a dalba is hangzott, őszült hajjal, talán kicsit megkörnyedve, de szívében fiatalon és boldogan van jelen az unoka ballagásán és az unokának a műsorai rendezvényein, és szurkol, szorít neki, hogy jó sikerül minden rendelőjön. És én azt kívánom minden nagymamának, hogy ne csak nagymama legyen, hanem adja jó Isten, hogy legyen hétmama is. Kedves hölgyeim, uraim, én azt hiszem, hogy nem is beszélek többet. Én a múlt héten elmondtam Erikának, hogy nem tudok megszólalni, tehát nem tudok mit leírni a papírra, megakadtam. És hagyj nézem most ezt a drága kis énekes kolléganőmet, aki azt mondta, Ferikém, az itt elhangzó dalok mindent elmondanak, és minden részletben beszélnek. És nagyon igaza volt, hölgyeim és uraim, akkor lassan induljon a műsor, fogadják meg nagy szeretettel a műsorunkat, olyan szeretettel, ahogyan erre mi készültünk. A mai műsor jó része az anyáknapi dalokra épült, mindenki igyekezett a műsorába beválogatni az édesanyákról szóló dalokat, slágereket. Elmondom, műsorom két részből áll. Az első részben régi szép slágereket fognak hallani és látni a színpadon, majd a második részben magyar nóták és csábrások fognak elhangzani, és a végén egy igazi tüzes tánc is fog lenni. Én kívánok mindenkinek nagyon kellemes szórakozást, kérem érezzék jól magukat, és hogyha netán ezek a dalok könnyeket csalnak a szemükbe, ne szedjék letörölni, ne szedjék a mosolyt, a tapsot, és ha a világ dalokhoz érünk, énekeljenek velünk, és mulassanak velünk. Mindenkinek jó szórakozást kívánok, és kérem, mert a műsor elindul, és a színpadra szólítom az első föllépőt, engedjék meg, hogy nagy szeretettel és tisztelettel köszöntsem a mai esténknek a zenészét, akit nagy-nagy örömünkre köszönhetünk végre Abonyban, mert már nem sokan akartuk, hogy jöjjön el, de mindig ütközött a programjával, de most sikerült megjelni a zongoránál Kozma Tamás! Kiváló zongoristák, kérem fogadják a nagy szeretettel, és akkor engedjék meg, hogy más a színpadra szólítsam első föllépőnket, az Abonyi Nótakör kiváló énekesnőit fogom elsőnek szólítani. Egy fiatal hölgyet, aki méltán, mondhatom és büszkén mondom, viszi az abonyi nótások jó hírét, hiszen egyre több helyre hívják meg énekelni, versenyeken vesz részt, televíziós felvételei vannak, és bizony nagyon szépen ível a pályája. Én kívánok neki nagyon sok sikert a mai nap is, most nem magyar nótát, slágereket fog énekelni. Fogadják nagy-nagy szeretettel Murva Juliannát! Köszöntse fény lábad nyomát.
adhat pénzt, ragyoghat rajta drága ékszer, csak egyet nem adhat kétszer, édes jó anyát. Adj csókot az ősz fejére, ráncos, reszkető kezére, és érezd azt meg, hogy a szíve érted reszket. Hogyha bánat ér, ölében vigaszt lelhetsz, imádkozz a jó Istenhez, hogy tartsa meg neked. Az, hogy az ember halad előre a korral, és valamit dolgozik, valamit csinál, és úgy érzi, hogy ő szeretné azt átadni az utókornak, szeretné, ha lennének utódai. Ez legyen szakmai pálya, legyen színpadi, énekes, de szerintem bármi, egy szülő is a jó dolgokat át szeretne a gyermekének, hogy vigye tovább. Ezzel én is így vagyok, hogy az évek így haladnak tovább. Mindig azt mondom, hogy nem igaz, hogy ennyi éves vagyok, mert csak 30. Csak lehet az elmúlt az ember, lassan 2x30 is. De végül is én is a szívem mélyén nagyon szeretném, hogyha ezt a dolgot, amit én most már 28. évben csinálok és állok a színpadon, valaki továbbvinni, akár a családban, akár a fiatalok közül. És én nagyon-nagyon szorítok minden fiatal énekesnek, legyen az bármilyen stílusban énekel, legyen az rock zene, legyen az magyar nóta, hogy vigyék tovább. Vigyék tovább ezt a magyarságot, a magyar zenét, mert ez a miénk, a magyaroké. És most nagyon boldog vagyok, mert az első verset az én utódom, akiben látom az utódomat, aki a színpadra termett, az a drága keresztlányom, Acsa Editke mondta, és egy nagy tapsot Editnek, hogy ezt bevállalta, hogy ilyen úgyhoz neki. Külön köszönöm neki, hogy ezt a szép kis verset elmondta, és higgyék el, elsőnek egy színpadra kiállni és megnyitni egy műsort, mindegy, hogy zeneszámmal, prózával, nagyon nehéz. Nagyon nehéz kijönni és megszólalni. És ezt elvállalt, és nagyon szépen köszönöm, meg azt jelenek, hogy felkészítették erre a kis műsorra. És akkor most el kell mondanom, hogy szintén örül a lelkem, a szívem, mert szintén egy fiatal ember fog ide lépni a színpadra, egy olyan fiatal ember, akit hála jó Istennek, hogy megismerhettem, és ez a ifjú nem először állt az abonyi színpadon, nem először innek el önöknek, és el kell róla mondani, hogy fiatal kor ellenére nagyon sok oldalú, sok stílusban van otthon, sok stílusban énekel és játszik hangszeren is, és a tájája nagyon-nagyon szépen ível fölfelé, és számos tévi fölvétel, tehát több tévicsatorna adja a számaikat, a fölvételeket, sikereik vannak versenyeken, külön díjakat egymás után zsebelé befele, a zenekarával is, mint szólóénekes is. Hát, hölgyeim, uraim, én nem tudok más mondani, csak fogadják nagy nagy szeretettel a színpadon, ismét Abonyban, Dézsi Norbertet! Múlt és jelen valami történt.
nélkülem.